Üdvözlöm Önöket! Szalai József szabványozási szakértő vagyok, a Szamei Kft. Tulajdonosa. 1986 óta foglalkozok a játszótéri eszközök szabványaiban. Ugye milyen elképesztő veszélyeket rejtenek a közismert és veszélytelennek gondolt játszótéri eszközök is? A mérlekintáról készített kisfilmünk csak egy példát mutat be a sok-sok hasonlóképpen súlyos kimenetelű, veszélyt rejtő helyzetek közül. Azonnal felmerülő kérdés minden játszótér üzemeltetőben és a gyermekéért aggódó szülőben. Mit kell tennie a tragédiák elkerülése érdekében? A megoldás kézenfekvő, bár nem mindig egyszerű, nem mindig olcsó és nem mindig fájdalommentes. A játszótéri eszköz tulajdonosának és üzemeltetőjének ismernie és alkalmaznia kell a játszótéri eszközök biztonságosságára vonatkozó a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, azaz a GKM rendeletét, és a játszótéri eszközökre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat, a szabványokat. Közel 14 éven keresztül foglalkoztam tevőlegesen a játszótéri eszközök értékesítésével, telepítésével, karbantartásával és javításával. A következő pár percben röviden tájékoztatom Önöket a leggyakrabban felmerülő kérdésekről, a legfontosabb ismeretekről és teendőkről, hogy Önöknél ne fordulhasson elő ilyen vagy hasonló tragédia. Milyen feladatokkal és problémákkal találkozik az a játszótéri eszköz tulajdonos vagy üzemeltető, aki a rendelet és a szabvány követelményei szerint kíván eljárni, és nyugodtan akar aludni. Ismernie kell a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 78/2003 11.-27. rendeletét a játszótéri eszközök biztonságosságáról. Ismernie kell a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapján a kijelölt ellenőrző szervezetek listáját. Kell-e ismernie az MSZN 1176 és MSZN 1177 aktuális szabványokat? Mit jelent pontosabban a tevékenység dokumentálása? Miről ismeri fel a megfelelő tanúsítványt? Hogyan kell használatba adni az elkészült játszótéri eszközöket? Kivel érdemes szabványos állapotra javítatni a hibás eszközeit? Melyik szervezetnek van megfelelő szabványismerete az operatív ellenőrzések elvégzéséhez? Milyen cég végezze a karbantartási feladatokat? Melyiknek van megfelelő elméleti és gyakorlati szabványismerete? Hogyan lehet helyzetbe hozni, azaz használható elméleti és gyakorlati szabványismeretekkel ellátni azt a vállalkozót, aki már hosszabb ideje tartja karban a játszótéri eszközeiket? Mire kell ügyelni a játszótéri eszköz beszerzéskor? Mi van akkor, ha Józsi bácsi, aki egy aranykező ezermester, elkészíteni a szükséges játszótéri eszközöket? Szabad? Nem szabad? Hogyan kell eljárni? Honnan szerezzen információt a megbízhatóan szabványos és jó minőségű termékek gyártóiról, forgalmazóiról? És így tovább. Ha úgy gondolja, hogy nem ismeri kellőképpen a rendeletet és az MSZN 1176 7-es szabványt, amelyek tartalmazzák az ön kötelező feladatait, forduljon hozzánk bizalommal. A szükséges tudnivaló hatékonyabb, könnyebb és gyorsabb megismerését, megtanulását biztosítják Önöknek is, a Szamei Kft. Oktatási és továbbképzési programjai. A tanfolyamokat elegendő jelentkező esetén Önöknél is megtartjuk. Bővebb információért forduljon hozzánk. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kirakva, tartja a közmondás. Sok apuka és nagypapa van, akik aranykezű ezermesterek, és bármit meg tudnak csinálni. Nekem legjobban ez a Dino nyerte meg a tetszésemet. Remek ötlet, valóban szellemes és tetszetős megjelenésű. Ez a szépség azonban igen veszélyes. Kialakítása miatt tragikus kimenetelő balesetet is okozhat. Sajnos a gyártók között is szép számmal vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy mindent meg tudnak csinálni, és biztosak is benne, hogy az jó is, bár a szabványt nem is ismerik. Még nagyobb baj, hogy az ilyen veszélyes eszközök némelyike a tanúsításon is átcsúszik és tanúsítványt kap, mint például ez is. A vásárló és a használó szubjektív biztonságban érzi magát, a tanúsítvány ugyanis egy olyan közokirat, amely az eszköz megfelelőségét garantálja. Vannak olyan játékok, amelyeket csak és kizárólag otthoni használatra terveztek, ezek az úgynevezett gyerekjátékok. A hibás és sérült eszközök szakszerűtlen és felelőtlen javítása is okozhat igen veszélyes helyzeteket. Szerencsére azért vannak szabványos és biztonságos játszótéri eszközök is, nézzünk néhány további pozitív példát is. Fontos tudni, ha egy eszközt balesetveszélyesnek értékelünk, akkor ez nem azt jelenti, hogy azonnal mindenki megsérül, aki ránéz, vagy használatba veszi, hanem azt jelenti,
hogy egy szerencsétlen véletlen eredménye tragikus, kimenetelű balesethez vezethet. Forduljon hozzánk, ha szakszerű, megbízható és gazdaságos megoldást szeretne.